Az operatív törzs tájékoztatása szerint újra van aktív fertőzött a megyében és városunkban. Ennek nyomán a Fejér-megyei Szentgyörgy Egyetemi Oktatókorház ideiglenesen látogatási tilalmat rendelt el a héten. A polgármester úgy fogalmaz, megkaptuk az első komoly figyelmeztetést, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. Nem véletlenül hangsúlyozzák már hetek óta a járványügyi intézkedések betartásának fontosságát. Különösen azokat kérik erre, akik mostanában külföldről tértek, vagy pedig térnek haza, mivel itt egy behurcolt vírusról van szó. Ezért is fokozottan tartsák be a vonatkozó szabályokat, és ne menjenek közösségbe, ne veszélyeztessék a környezetükben élőket. Székesfehérvár közgyűlése is fontos óvintézkedések bevezetéséről dönt holnapi ülésén. Figyelemmel arra, hogy Magyarország egész területén egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültség áll fenn, továbbá a fertőzött személyek száma emelkedő tendenciát mutat országosan, így a kiemelten veszélyeztetett időskorú és fogyatékkal élő személyek egészségének védelme érdekében látogatási tilalmat rendeltek el a városi fenntartású és működésű bentlakásos szociális intézményekben is. A nyári szünet utolsó hetében nagyon sok család várja, hogy a diákok szeptember 1 ismét járhassanak iskolába. Az óvodás és bölcsödéskorú gyermekek közül is egyre többeket visznek ismét intézménybe szüleik, és teljesé válnak a munkahelyi közösségek is. Cserpalkovics András úgy fogalmazott, egyelőre kijelenthetjük, hogy minden bölcsőde és óvoda a megszokott rendben kezdi a nevelési évet. Lesznek azonban bizonyos speciális látogatási szabályok, amelyeket be kell tartani. Az intézkedések célja az egészség megőrzése, és hogy a lehetőségekhez képest a legnormálisabb életet élhessük, fogalmaz a polgármester. Vagyis a következő hónapokban ne kerüljön veszélybe a gazdaság, az emberek munkahelye. Nyomatékosan kéri a polgármester, tartsuk be az előírásokat. Vigyázzunk egymásra és felelősséggel vágjunk bele a következő hetek kihívásaiba, mind egyénenként, mind pedig közösségként.